Holman. Szakály jön a labda elé. Okos fordítás. Jovanovic kint a jobb szélen. Ott a beadás, és ott a gól. Megszerzi a vezetést a Debrecen Holman góljával. Érett a gól, azt kell, hogy mondjam, tehát azért ez nem ért senkit sem váratlanul. És Holmannak nem az első és nem a második lehetősége volt gólt szerezni. Talán a sors furcsa fintora, hogy ennél volt nagyobb helyzete is. Kilépett, és hát Lázár konkrétan lemaradt róla, maradjunk annyiban. Neki kellett volna Holmant elválasztani a labdától. Jovanovic megnézi a hosszú oldalt, és hát mit csinált Lázár? Ez itt a kérdés. Holman Dávid góljával tehát vezet a Debrecen.